Sziasztok, Rudimester vagyok, ez pedig az F-Zero végjátszásának a második része a Retro Faktorban. Ugye Super Nintendo-n játszom én azt most végig, és most egy ligával feljebb megyünk, ami már ilyen közepes nehézségű. És hát nem tudom, bátorkodjak-e egy nehéz jármű kiválasztásához, vagy van, vagy szóval értitek, hogy most jön egy nehezebb jármű. Vagy sem. Hát, én megpróbálom. Megmondom őszintén, ezzel a járművel én még nem mentem. Meglátjuk, hogy mire megyünk, maximum majd nem töltöm fel. Hát, én mindig kezdő szinten fogok játszani. Nem akarom órákig ezt tolni. Na nézzük. Nézzük ezt. Kicsit lassabb, mint a többi. Viszont nehezebb, ezáltal a pattogás az kevésbé fog jelentkezni. És ez pedig akkor a, jól emlékszem, ez a Mute City 2, tehát a Csendes Város 2. Itt annyival másabb a korábbihoz a rajzot, hogy van benne ez a körforgalom, én ezt is kihívom. És meg ez a párugrató bekerült, hát ez így semmit nem jelent. Szóval ennyi, hogy ezek így bekerültek. Na, egész jól forgó, ez a kis gépezet. Tényleg nem túl gyors, tehát a többiek picit gyorsabbak, viszont jó stabil. Kíváncsi leszek majd, ha falnak megyek, akkor mennyire fogja befolyásolni a dolgaimat. Na, mennyire fog pattogni. Oké, én erre gondolok. És azért érdemes ebbe az irányba menni, amerre most is megyek. És a következő kanyarra sokkal könnyebb így ráfordulni. A másik oldalon nézve a körforgóba. Akkor elég erősen vissza kell fordulni, nagyon kell fordulni vissza, hogy jól rá tudjon az ember kanyarodni az adott ívre, majd meg fogom mutatni a következő körbe. Hát ez így most teljesen korrekt egyelőre. Tényleg jó az a Verda, jó döntés volt, nem is értem, miért nem ezzel mentem egyből. Lehet az is fordul jól, mert hogy ott megnézitek, a egyik hajtómű a irányító szárnyon van. Lehet azért fordul kicsit jobban. Kevésbé csúszik, nem driftel annyira. Sokkal közelebb áll egy autónak az irányításához, mint egy ilyen lebegő járműnek az irányításához. Már egyiket sem irányítottam még ilyen sebességgel. Autót már azért igen. Ez a jogsi az megvan, meg rendben van, de... Hát ilyen lebegő járműre még szerintem várnunk kell egy pár évet, évtizedet. Már egyáltalán lesznek ilyenek. Biztos lesznek. Most akkor menjünk be a körforró másik irányába, ugye most jobbra fogok menni. És az a gáz, hogy itt egyből vissza kell fordulni, hát minket se vészes egyébként. Hát másik járművel ez sokkal bonyolultabbnak tűnt ez a dolog. És az ugratásnál vigyázni kell, mert ki lehet ugratni a pályáról, és akkor viszont puk van azonnal, tehát nincs az, hogy energia csökkenés vagy valamilyen, egyből azonnali halál van. Majd meg fogom mutatni valamelyik pályán, csak egy safe state-et, és akkor kiugratok. Már lesz itt olyan pálya, ahol mindenképpen ugratni kell, vagy itt ezek a pályák közepén elkirakott ugratóknak nincs sok értelme, annyi, hogy egy icipici gyorsabban lehet ott haladni. Szóval lesznek olyan pályák, ahol konkrétan nem lesz egy szakaszon aszfalt, és vagy tehát út. Tehát át kell ugratni konkrétan, és ha nem ugratsz elég gyorsan, akkor azonnali halál. És ugyanisztem már ebben a ligában is lesz ilyen pálya. Na hát ez egy nagyon kis baráti futam volt. És ott él a város, láthatjátok, mennek az autók, illetve most már nem, megálltak. Nekem valamiért ezek a kedvenceim. Itt a Port Town, ez is egy város, hogy ott látszak, hogy mennek az autók. Hát ezek sima csíkok, mondhatnám, hogy sima energiacsíkok, hogy mennek a bitek az interneten. Na és itt lesz az ugratás, ahol kötelező az ugratni, méghozzá itt. Nem össze egy gyorsan, mert ütköztél előtte, az szívás tud lenni. Itt azért már egy nagyon... Itt igen, mondjuk... Ja, itt vannak ezek a mágnesek, ezek elhúzzák az autót így. Befolyásolja a gravitációt. Hát igen, mondjuk erre a pályára már nem annyira jó az a jármű. Hát ez van. Viszont nem patog annyira, ez mindenképpen pozitívum. Na, muszáj kis energiát felvennem.
beszélünk. Töltelék járműeket úgy utálom, azok annyira bénák külsőre is. Azt a minden szép volt ez a kanyar. Nem volt a legszebb, de mondhatni, hogy most a célnak megfelelően és ügyesen vettem be. És hogy csak második vagyok, hajja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 j
Nem lehet ezt abba hagyni, vagy annyiban hagyni, hogy ezek így elmeneküljenek. Oj, de bűnös. Jó! Na gyerünk, gyerünk, gyerünk. Na én most csinálok egy turbót. És energia az mindig jól jön. Még egy energia. Ez már mindig nekem. Cukorformájában vagy pálya után. Ez az, már ez most így tetszik, tetszik. Ez most így jól megy, úgy érzem. Igen, itt trükkös, itt trükközni kell, itt, itt eleve ellen kell kormányozni, mint hogyha egy váltakozó szél lenne. Csak ez nem tolja, hanem vonzza járművünket. Ajjajjaj. De ez a patogás, ez tetszik, hogy ez nem patog annyira, mint ezek a könnyű kis lepkefing verdák, amiket jó irányítani tényleg egy kezdőként, de ilyen nagyobb pályákra ez nem jó már egyszerűen. Viszont azt most meg kellene nyerni mindenképpen, hogy jól nézzem ki a végén, hogy első vagyok ezen is. Ezen a pályán. Az ember meg elkapja a ritmust, akkor nagyon jó lehet itt ezeket között így lavírozni egyébként. Na mondjuk ráfogunk az egyenesség és nyomunk egy turbót. És kész is vagyunk. Na hát ez nem volt egy nagy kihívás. Azt a mindenit a fajhátom. Na, hát de itt azért látszik már, hogy nem volt a minden körben első. Itt azért már jönnek a nehézségek. Ja, és amit nem is mondtam még, hát itt lehet olyanokat is csinálni például, hogy lehet oldalazni, tehát így nem is tudom, hogy tudják ezt repülőtni, trimmelni, hogy lehet jobban csúsztatni a gépet, mutatom. Tehát nem fordulsz, hanem így csak így csúsztatja az ember a gépet, mondhatja ugye oldalazásnak is. Ez kicsit kicsit ilyen drift jelvévé teszi a dolgot. Viszont, hát erre azért van szükség, mert ez a bizonyos pályákon az jól jöhet, és ezt a kontrollernek az LR gombjával, tehát a 50-ben úgy hívták, hogy flipper gombok, tehát azokkal lehet ezt aktiválni. Na. Ez is egy jó pálya. Csak ez is kacskarimós és el sem fejletlen, ez a legjobb verda, de hát nem baj, nem baj. Nincs lehetetlen, minden járművel megecsel minden pályát. Itt igazából annyi titka, hogy jó kell fordulni az ívekre. Lehet ez a trükközni ezekkel a ugratókkal, lehet egy kicsit elvágni. Veszélyes, hogy játék mondjuk, mert ha tényleg mellé mész, akkor pukkansz. Hogy mellé megyek is, nem tudom, miért így mondom, hogy én megyek, nem ti egyelőre. De hát javaslom egyébként, hogy próbáljátok ki a játékot. Jól lehet irányítani klaviatúráról is. De ha esetleg van valakinek kontrollere, akkor még jobban. És nem is tudom, mondtam, hogy meg a már jövő havi beszerzendő dolog. Most már nem érdekel, úgy vagyok vele, most ennyit megérdemlek. Ha már úgy sem veszek semmit magamnak születésnapra, akkor majd utólag veszek egy ilyen átalakítót, hogy véget. Tudom aztán ezt a PS Joy-t is emulátor, hát nem csak emulátor, az PC-hez effektíve, aztán majd, hogy emulátoron nyomom vagy mással, az meg meglátjuk, de egyelőre az emulátor marad. Egyszerűbb a dolog. Úgy néz ki egyelőre. Ó, fordulok, ez az. Visszafordulok. Ó, de szép volt. Ja, itt egy robbanó társ, erre vigyázni kell, na. Jajjajjajjajjaj. Ú, ez közel volt. Majdnem kiugrottam a pályáról. Jaj! Vigyázni kell a kosszra. Ráfordulunk. Még egy jobb osés, mert tanítró. Ez egy, nem egy nehéz pálya, ez most így belegondolva. Abszolút, abszolút nem. Utolsó pálya ráadásul. Nagyszerű. Könnyebben végzek ezzel a ligával, mint a legkönnyebben elvileg. Hát, ez van.
Itt még azért a következő pálya már kicsit cinkesebb lesz, de még az sem olyan vészes egyébként. Ezek a villogó, hát nem tudom, szőnyegek, még nevezném. Ezek szintén ilyen energia csökkentő dolgok, tehát ha rám jön, akkor ajajaj. Akkor belemar a energiánkba elég szépen. És megvan úgy, hogy nitró nélkül. Na. Mindenhol első, gyönyörű, gyönyörű. White Land. Hogy itt nagyon sokat lehet drifteni, itt nagyon sok a jég. De gyenge volt ez a rajt, nem baj, nem baj, megoldjuk. Nem érdekel, neked megyek, mert én vagyok a király. Azt a mindenit. Tehát egy ütközés világ, én vagyok a király, így mondom inkább. Bocsánat. Na, forduljál, forduljál, ez az, másokok vagyunk, teljesen jó. Itt lesz egy... ez könnyű autóval nagyon bukni ezt a kanyart. Na, kapar a torkon, persze, ilyenkor kaparsz. Nem, majd iszok egyet. Nem készítettem ide magam innivalót, hát ennyi, beennyi. Na mindegy, majd. Ez az... fordulás, fékezés. Aj, ezt ki kell már ittatnom, hogy ne menjek rá erre a fehér kosszra, mert szintén lassít. Na jó, turbozunk egyet most már. Kanyarba ugratni? Elég bátor tett volt. Fejek, hogy nem is mentettem most, nem csináltam safe state-et. Még ez is bátor, tehát negyedik pálya is még egy darab mentést nem csináltam, bár értem, még van bőven. Nem baj, megcsináljuk így is. Kell egy kis energia, az mindig jól jön. Na hát, most nem tudom előzni végre. Ez most így jó, arra rá kell menni. Na ennyi, ő pattog, én nem megyek tovább. Szevasztok. Hadd használjam már ki ezt a kis előnyömet, ha már lassabb vagyok, akkor... kihasználom testi fülényemet, illetve hát nem is testi, mert ez kaszni fülény. Nem tudom, hogy nevezzem. Ez az. Még kettő kör és megleszünk. Ez az Rudikám, nyom neki ezerrel. És ha mit tudnék még mondani az F-Zero-ról? Hát kb. Ennyi. Már mondtam, hogy volt anime, meg manga, meg jó hozzá leírás. Hát igen, volt... Jajajajaj! Basszus! Bocsánat. Basszus, beszívom. A negyedik körben megszívom. Pedig ez egy... jó volt, na mindegy. Na szóval... úgy volt ugye ez akkor Super Nintendo-ra, akkor volt ennek Nintendo 64-en is egy része, utána volt GameCube-on is, mondjuk azon elég durván nézett ki, az nagyon-nagyon kis keszekusza volt, de jó, tehát így képeket láttam csak belőle, hogy nézzek van videót belőle, biztos jó nézett ki egyébként, az ami mindenképpen jó, meg van ennek Game Boy Advance-es változata is. Nem érzem, hogy DS-re jöttek ki ebből. Szerintem DS nem jött ki, de Game Boy Advance-re, mintha talán kettő is kijött volna. Nem emlékszem. Na minden, nem is lényegesen ira. De ugye még, de egy biztos volt. Még annól nagyon szemeztem is fel, hogy megveszem, akkor még a régi klasszik DS-en, a legelső generációs Nintendo DS-en nyomtam Game Boy Advance játékokat, meg hát még amíg most is nyomok. És hát ott volt jó oda. Ott volt egy dilemma, hogy megvenjem az F-Zero-t sem, de nem vettem meg végül. Hát lehet, hogy jobb lett volna, hogy megveszem, na mindegy, de... ez egy jó játék, tehát nem tudom, nem ismétlem magam már elég sokszor. Veszek mind össze vissza hülyeségeket. Nem megy ez most nekem annyira. Ez a duma. Bezzeg a... videoblogba, ott megy a duma. Videoblog az jó.
tetszik, azt nagyon élveztem annak a készítését. És lesz, az biztos lesz, nem is havi rendszerességgel, szerintem sűrűbben egyébként. Ezt kellett egy kicsit túlbózni, mert mondtam, hogy ott sereghajtóként kell ott lennem. És kétféle módon lehet fékezni egyébként. Mert az nem látszik, hogy miképpen is irányítom én ezt a játékot. Szóval a sima gázfelengedése is már aránylag jól lassul a gépezet. De van fékünk is. És hát a fék az hatatósabb, bár az sem olyan, mint egy autónál, tehát azért kell neki egy elég jó fék, tehát kicsit ilyen vonatos a dolog. Hát ez egy jó béna ugrató szekció volt, de most legalább jobban állom, csak nagyobb menki ugrassa, mint az előbb. Nem is tudom, de most safe state-et szerintem nem egyébként, na mindegy. Nem is ilyen fontos ez igazából. Ha már csak egyértelmű lesz, akkor már inkább fontos lesz. Ja, mi csak final lap? Én meg már azért turboztam, hogy... Meg akkor menjenem. Akkor még nem. Nem baj. Hoppá, itt is ugratok végre. Ezt mindig kiadtam. Igen, ez nem gyorsul annyira jó ez a jármű, mint a... A világos kék, meg az a mustárszínű, az alap kettő. Viszont van még egy ennél is nehezebb, ami egy pink, tehát egy rózsaszín jármű, vagy egy divatos, szóval magenta, tehát rózsaszín, leszarom. Szóval az még gyorsabb, az mond, vagy így írták a Game Facu-n, hogy is volt, hogy a járművek Ferrari, tehát a best of, csak hát olyan lassan gyorsul ki a max sebességre, hogy kimehetsz megint egy kávét ennyi túlzással. Úgyhogy azt nem is nagyon vállaltam be ezt a járművet. Na, itt lesz az ugrató. Ho-ho. Ahol bizony mindenképpen úgy kell fordulni, hogy jó, hogy jó sebességet kell elérni mindenképpen az ugrató előtt. Megkülönben pup! Nem kell majd szészítem, amit nem csinálom, akkor majd mentek egyet. És itt egy kacifántos már a pályára, ha megisztek ott lent. Hát én bevárom ezeket a kísérüléseket, inkább picit levágok. Jó, úgy még nyerő lesz a szerintem a pályán. Jaj! Na jó, szésztét! Ez! Szívás! Itt viszont most mentünk mindenképpen. Gyerünk! Ez az! Go! Nem tudom, miért töltök energiát, tök feleslegesen, akkor még ezzel szenvedni. Szóval az a kanyarba, vagy abban a kanyarba úgy kell érkezni olyan sebességgel, hogy a lehető legnagyobban, mint csak kihet hozni a gépezetből. Ojj, ez nem volt jó kanyar. Mindegy. Gyertek már nekem, akkor nem tudom jól begyorsulni. Gyerünk, gyorsulj a szemét. Lassú leszek. Oh, pedig átértem, hát passzus. Na jó, itt már jön viszont a gyors visszatöltés. Mindenki belső kell lennem, hogy ne szenvedjek a többieknek a ütközésétől. Ez az így van, jó? Egy autó átlépve, nem tudom, hogy mondok mindig autó, de hát mondjuk autónak, mindegy. Egy ellenfél, akkor mondjuk így. Jaj, de balfasz vagyok, komolyan. Hát. Későbbi körökben jobb lesz, mert akkor ugye van már turvóm, és azt el tudom használni, de hát na gyerünk, nézzük. Most senki nincs itt, aki akadályozna. 360 az elég. Nem volt egyszerű, de megvan.
Viszont akkor tényleg azt kell, hogy mindig ott komolyan használni a turbómat. Jaj, ezek a csúszós kanyarok, ezek nem egy túl szerencsések ennek a járműnek. És a fék. Aj, ez jó volt, ez jó volt, ez nagyon szép volt. Az. Kész, muszáj turbózni. Ennyi. De ez jó, mert utána viszont egyből van egy jobbos, hosszú kanyar, és az meg vissza az egyenesre, a célegyenesebbet, tehát lehet gyorsan menni. Arany jól ki lehet használni ezt a túlsz sebességet. Na, kettő kör megvan, oké. Okay. Ez végre jó, hogy nem mentem ki a posztra. Ez mindenképpen pozitívum. Itt is úgy kell venni ezeket, hogy nem menjek ki a... oda nagyon a... energia falóhoz. Itt olyan szépen életeket díszteni ezt a kanyart. Szerintem olyat maradt. Anyád, 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 anyád! Basszus. Na, az utolsó pálya azért kihívás még így könnyű fokozaton is. Na jó, tényleg nem a legjobb autó után erre a pályára. Na mindegy. Nem tudok ezt változtatni, csak az elején ugye, amikor elindulunk. Ez de jó volt, és fékezni se kellett. Ez majdnem összejött jó ez a forduló, nem baj. Itt kell jól fordulni, ez az, most jó vagyunk még a sebességbe is. Nem baj, turbózunk, az a biztos, én már nem bízok véletlenbe, inkább elhasználom minden körbe azt a nyomat turbót. Kis energia, ez tényleg csak egy pici volt. A robbanunk kikerültük, nem kell mások, tehát nem kell mások tényleg. Kicsúsztam, nem baj, még jó vagyunk, gyerünk, gyerünk! Fék. És meglök az a szemétláda. És kettő is meglökött. Ne! Ott a rózsaszín szörnyeteg, akire mondtam, hogy lassan gyorsul, viszont nagyon gyors. Szóval értitek. Turbo. Muszáj. Muszáj a turbo használnom. Ez az. És megvan. Igen. Na, ez megint egy jó kis utam volt. Mondtad, hogy élveztem. Tényleg jó volt. Nem rossz az a jármű, bár nem tudom, hogy a utolsó királyligának mivel fog neki esni. Ezzel, vagy a az alapkék járművel. Vagy lehet, hogy ezt megcsinom kékkel, és akkor így mindenki, vagy mindegyik ligát másik járművel csináltam. Hát a negyedik liga kimaradt. A negyedik liga nincs, úgyhogy a negyedik autó nem lesz. Ah, persze, aha, épp hogy leesett egyébként a, itt is a szélére, de mindegy. Szóval, ez volt a Super Nintendo-s F-Zero, azok összeragadtak. A Super Nintendo-s F-Zero végjátszás második része, amiben is a Queen League-et vittük végig, vagy vittem végig, és kommentáltam is végig. Úgyhogy én most megköszönöm a figyelmet, találkozunk a királyligában a harmadik részben pár nap múlva. Játszatok, retrózatok, sziasztok!